Dunántúli ugrós. Zene és tánc, úgy, mint régen. Minden vasárnap délelőtt 11:30-tól a Fortuna Rádióban. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatja. Ifjú tehetségeket mutatunk be ezúttal a Fortuna Rádió Halmos Béla program által támogatott népzenével, néptánccal foglalkozó műsorában. Köszöntöm a Dunántúli ugrós hallgatóit 2017. február 16-án. A szerkesztő Vida Tünde, a mikrofonnál Borsodi Zoltán. Tartsanak velünk! Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Mindenki nyugodtnak képzeli az énekeseket, de például engem apukám, amikor kisebb voltam, Cunami Julinak hívott, mert annyi energia volt bennem, mondta magáról. Favka Júlia felszállott a Páva tavalyi évadában. A népzenei és néptánc tehetségkutató versenyt az MTVA és a Hagyományok Háza szakmai partnerével, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesülettel közösen gyermekek részére hirdeti meg évről évre. Julcsi 2010-ben is jelentkezett. A dunaföldvári ifjú hölgy, ahogy jellemezték, él hal a népzenéért, és örülne, ha mindenkivel meg tudná szeretetni. Bár énekesként lépett a felszállott a Páva színpadára, táncosként is tehette volna, hiszen azt ugyanúgy imádja. Favka Júliával műsorunk szerkesztője Vida Tünde beszélgetett. Ifjú tehetségek most a Dunántúli ugrósban. Dunántúli ugrós. A dunaföldváriak személyesen ismerhetik, viszont a ország szerte a televízión keresztül Favka Júliát, aki már kétszer is szerepelt tehetségkutatón, mégpedig őt a népzene, a néptánc, a népdal énekli, és ez így együtt, mert mi már ugye találkoztunk Júlcsival és beszélgettünk. Melyikkel kezdődött? Szerintem előbb a népzenével kezdődött, mert azt mondta anyukám, hogy már egész kicsi korom óta, amikor ők bementek néptánc órára, mert hogy ők is táncoltak az Örökségért táncegyüttesbe Földváron, és azt mondta anya, hogy amikor bement, akkor már én is kezdtem énekelgetni, ugye próbán, akkor voltam én ugye egy éves, és utána a kis csoportba, nem kis csoportba, középsőbe kezdtem el néptáncolni, és onnantól kezdve igazából magával ragadott ez az egész. Nagyon sokan járnak kicsikorukba, óvodában, kisiskolában beiratják őket, aztán valahogy elkopik a dolog, mert annyi minden más van. Dunaföldváron is van rengeteg lehetőség, tudom én magam is, mazsorát, musical csoport, bármi. Mi az, ami téged itt tartott? A népzenénél, néptáncnál. Nem tudom, lehet, nagyon jó tanáraim voltak, és ez biztos nagyon, nagyon megfogott, bár az is lehet, hogy annyira szerettem csinálni, hogy bár volt egy idő, amikor abba akartam hagyni, de anya, hála jó égnek, azt mondta, hogy hát nem, vagyis nem volt ilyen konkrét állatározásom, de onnantól nem akartam abba hagyni, és így megragadott, és csak akartam csinálni. Jársz még az Ördögszekérbe is? Igen, az Ördögszekérbe is, és a Levedula Alapfokú Művészeti Iskolába. És persze rendesen is jársz ugye iskolába, tehát a tanulással is némi időt el kell tölteni. Mennyi időt foglalkozol ezekkel a tánccal, énekkel, mondjuk naponta, hetente? Hát hetente, ugye kedden és csütörtökön vannak próbáim, kedden csak az Ördögszekérrel, de csütörtökön a Levendulával meg az Ördögszekérrel is. És az ének, hát van, amikor ugye megyek Irenkenéni ez a tanárnőmhöz énekelni, de azt az egész héten, szóval bármikor, ha leülök énekelni, mit tudom én, csak 5 percre, de van, amikor el tudok így negyed órát, fél órát énekelgetni, hogyha úgy van kedvem. Mikor énekelsz? Ha szomorú vagy, vagy ha vidám, vagy neked teljesen mindegy? Hát inkább, ha vidám, mert ha szomorú vagyok, akkor azzal vagyok elfoglalva, de ha kicsit megnyugodtam, utána arra tudok fakadni ugyanúgy. Vannak-e kedvenceid, akár ugye a népdalok között, vagy éppen most mi az, ami leginkább érdekel, ami leginkább foglalkoztat?
az erdélyi dalok nagyon tetszenek nekem, de az összes népdal nagyon, nagyon tetszik, és nagyon ilyen megragad, de úgy külön kedvenceim nincsenek. Az erdélyi népdalokat, és ugye a népdaloknál sok esetben a kiejtés egy kicsit más, mint amit mi használunk. Az ember népiesen, ízesen énekel. Én hallottalak már téged, úgy gondolom, hogy ez neked nagyon jól megy. Ezt kitől tanulod, vagy ez zsigerből jön? A felvétel alapján, hogyha van, akkor úgy tanulom, vagy esetleg, ha például itt Páván ugye mentünk Pátróit énekeltem, és mentünk Nemes Pátróra Rózsika nénihez, és akkor tőle is tanultam a kiejtést, meg ugye nagyon sokat hallgatom, hogyha fel vannak véve a dalok, és akkor így tudom megszokni ezt a nekem furcsa beszédet. És ugye említetted a Pávát, kétszer is neveztél, és másodízben 2016-ban elődöntőig jutottál, és a televízió nézők is láthatták a produkciódat. Mi ösztökélt arra, hogy jelentkezz, és hogyan értékelted a szereplésedet, és milyen élményekkel gazdagodtál? Most az indítottál, hogy ugye tavaly voltam, és tavaly nem sikerült bejutnom a tévébe, és ezért idén úgy gondoltam, hogy még egyszer megpróbálom. Tavaly meg nem is tudom, csak meg akartam próbálni, meg akartam méretetni magam, hogy milyen a, hogy másokhoz képest én milyen vagyok. Az élmények pedig nagyon-nagyon jó élmények volt ott. Igaz, ugye kiestem és úgy jöttem haza kicsit szomorúan, de amúgy nagyon jó volt ott, szóval tényleg látni, hogy megy ez az egész, hogy mi van a tévében, hogy megy le az adás, de jobban örültem volna, ugye, hogyha tovább jutottam volna, de ez is nagy szó. Én is úgy gondolom, szépen gratulálok neked. És ugye a népdal révén ismernek többen, de úgy tudom, hogy továbbra is a néptánc a te szíved csücske, és a viseletek. Úgy tudom, hogy nagyon szereted. Nem tudom, van-e arra lehetőséget, hogy gyűjtsd, hogy vannak-e saját viseleteid. Mióta tudatosult benned, hogy te vonzódsz ezekhez a ruhákhoz, és miért? Szerintem ez a tánccal ugye együtt jött, mert hát ugye még eleinte ilyen ünneplő, vagy hát ilyen fekete szoknya, meg fehér felső, de aztán, amikor már egyre nagyobbak a táncosok, és elkezdenek ugye viseletbe ők is táncolni, és szerintem így ragadott meg engem ez az egész. Vannak saját viseleteim, de nem olyan sok, és inkább ugye, ahol táncolok, onnan kapok kölcsönruhákat. Miért szereted, miért tetszik, milyen érzés viseletben járni? Tetszenek, mert én szeretem a szoknyákat, és ugye itt mindig szoknyában vagyunk, főleg az a legjobb, ahol ilyen pörgős szoknya van, és sokat lehet pörögni. De nem tudom, például a sok szoknyát is nagyon szeretem, bár az kicsit nehéz, hogyha már sok időt vagyok benne. A tánccsoporttal nem tudom, hogy milyen tervek, vagy milyen programok körvonalazódnak már az idén, tehát mit tudsz, merre lehet majd látni az Ördögszekér táncegyüttest, illetve neked egyénileg bármelyik területen milyen elképzeléseid vannak idénre és hosszabb távra? Még nem tudom, hát ha jön aktuális program, vagy verseny, vagy esetleg felkérés, arra én nagyon szívesen jelentkezek, vagy hát elfogadom a meghívást. Majd az Ördögszekérrel augusztus 25-én lesz egy lakodalmas, amiben az egész együttes táncol, és már nagyon várjuk. Az Ördögszekérről nem sok szót ejtettünk. Nem tudom, hogy mekkora a közösség, milyen a közösség, hogy érzitek magatokat, amikor együtt vagytok. Az Ördögszekérben én nagyon szeretek járni, jó a közösség is a csoportban, és nekem azt tetszik a legjobban, hogy igazából majdnem az egész az együttesnek a tagjait ismerem, és így ez jól esik, hogy például nincs olyan ember, akiről így ne tudnám, hogy ő most kicsoda, vagy ki az apukája, ki az anyukája, mert ugye Földváron vagyunk, és itt mindenki mindenkit ismer. Milyen érzés, amikor együtt táncoltok? El lehet ezt mondani olyannak, aki mondjuk soha nem táncolt? Hogy neked mit ad, vagy mi változik, vagy mivel leszel te gazdagabb? Amikor én táncolok, nagyon boldog leszek, és vidám. Nekem olyan érzésem lenne, mint hogyha hazaértem volna. Nagyon fel tud vidíteni a zene is, meg a tánc is. El tudod képzelni az életed enélkül, vagy el tudod képzelni megfordítva a dolgot úgy, hogy ez akár majd neked a hivatásod is lesz?
És itt ugye beleértjük nem csak a táncot, hanem akár a népzenét, az éneket is. Biztos, hogy nem tudnám elképzelni a tánc vagy ének nélkül az életemet, de lehet, hogy még a hivatásom is. Dunántúli ugrós. Egy műsor a magyar népzene és néptánc művelőinek, valamint leendő kedvelőinek. Még mielőtt Julcsit énekelni is hallanánk, fontos elmondanunk, hogy idén Dunaföldvár kultúrájáért ifjúsági díjat kapott. Ez az elismerés korábban nem is létezett. A Dunaföldvár kultúrájáért alapítvány, mint Pataki Dezső kuratóriumi elnök elmondta, lakossági javaslat nyomán döntött a díj alapításáról. Julcsit, ahogy Pataki Dezső mondja, ország világ láthatta a Fölszállott a páva televíziós verseny elődöntőjében, de meg annyi más eredménye is predesztinálta erre az elismerésre. Mi is gratulálunk neki. És most jön a Fölszállott a páva novemberi előadásából egy részlet. Favka Júlia egy Somogy megyei falu gazdag népdalkincséből választott. Következik a nemes pátrói vendégség. A mítikunk megbalandult a fazékba, beleugrott tyutyurám, putyurám, te leszel a vocsorám. Féretüdő a májátú, szadagy legény a lejánytú, erre te, arra te, el ne keveredjél te, erre te, arra te, el ne keveredjél te. Répa a levele, fölnyűjt högyösre, beizentem a babámnak, gyűjjön ki estére. Beizentem a babámnak, hogy gyűjjön ki estére. Este későn falu végül jártam, három csillagot az égen láttam. Három csillag mind azt jelöntgeti, hogy mi nékünk elköllinájt mennyi. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Julcsi gyönyörű hangja után néhány lehetőség a néptánc népzene kedvelőknek. A Hagyományok Háza útra való mottóval tanfolyamot hirdet a néphagyomány alkalmazása óvodákban témában. A képzés a meglévő tudás korszerű napjaink szakmai kihívásainak megfelelő felhasználására ad útmutatást. A programot olyan óvodapedagógusok részére hirdetik, akik ismerik és használják, vagy szeretnék megismerni és mindennapi munkájukban alkalmazni a néphagyomány elemeit. Jelentkezni március 4-ig lehet. Az oktatók egyike Berta Alexandra, paksi gyökerekkel rendelkező junior prima díjas citerás népdalénekes, aki rövidesen a Dunántúli ugrós vendége is lesz. Csütörtök óta tart Mohácson a búsójárás, amelynek szerves része a táncház. Ma este 7:30-tól a Duna irodaházban lesz táncház a busókkal, a zenét a Mohácsi Tambura iskola szolgáltatja. A zárónapon, február 28-án húshagyókedden 14:30-kor gyülekeznek a busócsoportok a Kóló téren. Felvonulás, szabad farsangolás után 17 órától a Zora Néptánc Együttes ad műsort a Széchenyi téri színpadon, majd Mennyhárt Éva sokat népdalokat énekel. A város tamburásainak közös zenélése után este 6-kor gyújtják meg a mágiát, és koporsó égetéssel zárják a hagyományőrző rendezvényt. Végül egy programváltozásra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. A Magyar Állami Népi Együttes március 16-án és 17-én Azerbajdzsánban, Bakuban lép fel a Magyar Kulturális Napok rendezvényén, ezért elhalasztották a március 17-én 15 és 19 órakor kezdődő násztánc előadást a MOM Kulturális Központban. Az új időpont április 8-a 15 óra és 19 óra. Dunántúli ugrós. Ezzel a Dunántúli ugrós végére értünk már. A népzenével, néptánccal foglalkozó műsorunk minden vasárnap délelőtt jelentkezik itt a Fortuna Rádióban. Jövő héten is számítunk Önökre. A műsor szerkesztője Vida Tünde nevében is köszönöm kitüntető figyelmüket. Borsodi Zoltánt hallották. További szép napot mindenkinek! Dunántúli ugrós. Egy műsor a magyar népzene és néptánc művelőinek, valamint leendő kedvelőinek. Hát, fiam, ez a dunántúli ugrós is jól sikerült. Igen, papa, úgyhogy jövő vasárnap is átjövök, hogy együtt hallgassuk meg ebéd előtt. Dunántúli ugrós. Zene és tánc úgy, mint régen. Minden vasárnap délelőtt 11:30-től a Fortuna Rádióban. A műsort a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla programja támogatja.